A szakértők szerint a muskátli zene egyesíti a rock alapjait és a régi magyar nóta stílusát. A mai lakodalmakban a muskátli, a rock és más műfajok is jól megférnek egymás mellett. De érdeklődnek-e még a fiatalok a muskátli zene iránt? Még egyelőre igen, de egyre kevesebben. Mondjuk ez az esemény, ami ma is van, meg évente kétszer, úgy hiszem, hogy évente kétszer megesik, ez még valamennyire összetudja vonzani a fiatal magyarságot, de egyre kevesebben. Edwin az újvidéki ifjúsági bálon zenélt. Diszkó, zene, rock, új trendek ide vagy oda, az itt összegyűlt több száz fiatalt elnézve nem úgy tűnt, hogy bármi is veszélyt jelenthet a muskátli zenére. A VMIK 7 éve szervez bálokat töretlen sikerrel. Nagy az érdeklődés, örülünk, hogy ilyen szép számban jelentkeznek a fiatalok, körülbelül 200-250 fiatalt várunk már. A műfaj művelőitől is függ, hogy mi lesz a muskátli zenéből, kultúránk értékes része vagy népszerű gics. Még néhány évvel ezelőtt is lehetett látni a muskátlinak, illetve a lakodalmas rocknak, illetve hát már az inkább azokat lejárató embereknek a tombolását a tévébe, tehát nem mondunk neveket, hogy Fekete Bákó is társai Kft., de igazság szerint azt a stílust, amit sok ember nagyon komolyan vett, és komoly képzetzenészek dolgoztak rajta, azt manapság átkerült hát elég nagy dilettánsok kezébe is. Gábor Zoltán szerint a Mona Lisa műremek. Más a helyzet, ha ugyanezt főtt tisztából állítják össze. A vélemények alapján úgy tűnik, a muskátli zene még sokáig az életünk része lesz. Csak lehet, hogy más hangszerelésben.